Általában, ha nagyon nem esik és nem fúj, akkor én igyekszem gyalog megközelíteni a televíziót a Tabánon keresztül. És azért szerettem meg ezt az útvonalat, mert ugye Óbudáról jövök és több átszállással, de a vége gyalog fejeződik be, mert a természet közelsége az nekem nagyon inspiráló. 15 éve már, hogy koptatom itt a padlót, és hát szembenézek ezekkel a napi ügyekkel, amelyek ugye videografikának nevezhetők, de hát van itt sok minden más is. Az Arcélek mai szereplője Török Gábor kollégám, tervezőgrafikus, képzőművész, animációs rendező. Békés Csabán született. Tagja a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének és a Képző és Iparművészek Szövetségének. Kurátora a Magyar Festészet Napja Alapítványának. Gábor, mit csinál a videografikus a televízióban? A néző azt tudja, hogy a riporter kérdez, az operatőr filmez, a vágó az vág, de mit csinál a videografikus? Mutass egy-két dolgot. Itt most tudnunk kell, hogy ez egy virtuális tér. A virtuális térnek ugye van egy valós mozgási helye, és van az a virtuális, amely már a falak mögött, de ezt ugye technikailag ez a blue box és green box technika, ahol kiukasztják a teret, és már nem látjuk, hogy végül is hol kezdődik a fal, hanem kitárul egy végtelen tér, és azt a komputer generálja a hátteredbe. Ez meg is van nekünk. Ez meg is van, itt igen, megyünk lejjebb, és itt látható már ez a fajta virtuális tér, ahol a műsorvezetőnek gyakorlatilag csak egy ekkora télalapnyi hely áll rendelkezésre, ahol mozoghat, és hát ugye kis keresztekkel szoktuk bejelölni a falon, hogy hova kell néznie, hol vannak a virtuális monitorok, hiszen ezek sem valós monitorok. Egyedül valós és más színnel jelölt az asztal, és itt ez a kis pulpitus, egyfajta ilyen szószék, ugye mert itt elben beszélgetéseket is lehet, tehát ez a két fős, két szereplős helyszín, és ez pedig csak egy felkonfos helyszín. Nem tettünk be figurákat, ez most ebben az esetben nem volt érdekes. Tudsz mutatni háromdimenziós virtuális világot is? Igen, természetesen. Ezek futballisták lennének, szoborcsoportot ábrázol, és hát körbejárható, ugye, megmozgatható minden porcikája. És ebben a figurában ugye el van helyezve egyfajta csontváz, amely azt, hát itt most ugye tudni kell, hogy anatómiailag mit bír el a mozgatás, és hogy meddig terjednek ugye az izületek mozgási lehetőségei, de nagyon csúnyán ki is lehet csavarni szegény alakokat, úgyhogy ha most sikerül elcsípnem egyet, akkor meg tudom mutatni, hogy akár körbe is tudom forgatni. Fantasztikus. Nagyon népszerűek a mesesorozataink. Van valami népmesesorozat, amit dolgozol? Van bizony, és nem is annyira népmese, inkább azt szeretik alkalmazni, amikor híres íróink, a Krúdi, Illyés Gyula tollából egy-egy vagy néhány mese előkerül kutatások során. Egy nagyon érdekes eljárással oldunk meg a Hét Holló Illyés Gyula mesét, amelynek nagyon röviden annyi, hogy van a hét fiú, és aztán hollóvá válnak, mert a kórhelyi életet éltek, és az édesanyjuk elüldözte őket a házból, varázslat került rájuk, hollóvá váltak. Sixnian Vandának a gyönyörű illusztrációt látjuk, amelyeket én aztán külön léjerenként megmozgatok. És aztán haladunk ugye jelenetről jelenetre a mesében tovább, körülbelül olyan 10-14 animációt kell elkészítenem, átlag 30 másodperc hosszú egy-egy ilyen jelenet. Van-e olyan kérés a televízióban, a szerkesztők részéről, amit nem egérrel kell megoldani, amit manuálisan készítettetek el? Van, igen. Például elővenném ezt a csapó
táblát. Ez a filmezéshez kell, igaz? Asztalosaink készítettek el, és feketére lekentek. Azután hozzánk került, mint látjuk a film szemlén szokták ezt a kollégák kivinni, és ott elhelyezik a riportok környezetében, és szépen felírják krétával. Hát ahogy ez annak idején működött, ma már tudjuk, hogy digitális csapók vannak, de valahol a filmeseknél ez a fajta hangulati elem, ez mindig megvan, és nagyon szeretik. Bizonyára kaptál meglepő megrendeléseket is. Igen, kitérnék például, volt egy nagyon kellemes, egy szilveszteri műsorhoz, már nem tudom, hogy melyik évben. Az volt a lényeg, hogy valami szóbeszéd, vagy valami humoros kis dilis cím, és én a fiamat kértem meg, hogy aztán a száját ugye körbe maszkolván használtam egy a korábban látott háttéren, így úgy még pluszban szövegekkel kiegészítve, ami nagyon kedves, jó pofaság. És még feloldottam őket azzal is, hogy aztán kaptak egy-egy maszkot, és így elbolondoztak nekem. Önálló alkotásaid egyik témája a hangszer. Miért inspirál a hangszer? Ráadásul a húros hangszer. Ennek az az apropója, hogy már kora gyerekkorom óta nagyon szerettem a hangszert, a gitárt különösen. Tehát zeneimádó vagyok, de a gitár az különösen közel áll a szívemhez. És magam is gitározom, igen. De ez csak egy ilyen amatőr szinten engem kielégít, nem is törekszem babérokra, úgyhogy marad nekem ez a kis bensőséges kapcsolat a hangszerrel. Amit szeretnék kihozni, elmondani, hogy amikor végre leteszem az egeret, és elfelejtem a CD borító, DVD borító főcímek, animációk és számtalan napi egyéb darálóval járó dolgokat, akkor fogom a krétát, felveszem, és szembenézek a papírral, és tudom, hogy mit szeretnék alkotni, mert mindig az a legnagyobb probléma, hogy mi legyen a képed, mi legyen a téma, én tudom, tehát innentől fogom már csak az idő és az a hangulat, amivel aztán végül a belső kép és a külső kép mindig kell találkozik, ezen dolgozom. Apropó idő, és a másik témád az időmérő, az óra. Igen. Hogy jön ez? Az időmérő, az pedig folyamatosan küzdünk az idővel. Szinte mindenkinek problémás ez az idő kérdés, az idő rabszolgái, az idő urai. Mindenki vágyik arra, hogy az idő urává váljon, de nem tudunk kitörni. És én az önmagam leküzdésével próbálom uralni azt, hogy valami hasznossal telt el az életem ez a szakasza. Az óra felülete érdekel engem inkább, nem maga a szerkezete, a kijelző része, és abból is az analóg rész, amikor ugye a római számokkal, gyönyörűek a római számok, ugye nem véletlenül szeretik nagyon sokan, még mások is, gyönyörű a tipója, az aránya, a harmóniája, és ezekkel dolgozom én, és megtartom ugye a kijelzőn a főszám helyeit, és utána... Ezek tájékozódási pontok? Ezek így van, mert utána én nagy rendetlenséget csapok, illetve időzőben ez a rendezett káosz, hiszen ugye a művészeti iskolákban végzett és szerzett ismeretek során az ember tudja, hogy hogyan kell egy gyönyörű felületet úgy érdekessé tenni, megművelni, hogy az a nézőnek ugye egy alkotásként hasson, ellenben izgalmas legyen, tehát nincs minden ott mindig azon a helyen, ahol szeretjük és várjuk és megszoktuk, mert ezáltal hosszabb életűvé válik. Tulajdonképpen elindultunk így a grafikus kollégákkal egyfajta közös alkotói koncepciót kitalálni, hogy
hogy mutassuk meg azon túl, hogy a komputeren és a napi roboton túl, hogy tudunk-e még valamit, és most ennek kapcsán jött ez a kis belső ünnep címmel kitalált kiállítás, amelyet nem csak grafikus kollégák vesznek részt, hanem felvételvezető, építész, a műszaki osztályról, a könyvtáros, aki költő, is egyben költőnő, és akár a díszletépítő kollégát is említhetném. Összefogtunk, és megbeszéltük, hogy mi legyen az a fantasztikus vonal, amit kitehetünk, és ámulatba ejthetjük a mi többségi kollégáinkat. Miért belső ünnep? Azért belső ünnep, ugye, mert itt gyakorlatilag nem a belsős kollégákról van inkább szó, hanem az alkotó belső ünnepéről, amelyet akkor érez, amikor a mű ugye elkészült, ő maga már hátradől, és látja, hogy mit sikerített, mivé alakult ez a fantasztikus erőfeszítés, és ha sikerült, és ugye a belső lelki kép felszínén vagy vetületén vásznán, és a kréta által nyomot hagyott mű is olyan lett, vagy minél kisebb a különbség, hát annál nagyobb ez az ünnep. Gabi, videografikákat készítesz, otthon önálló alkotásokat, itt pedig a Duna Televízióban, hát kiállításokat szervezel és nyitsz meg. Honnan jött az ötlet? Mivel, hogy rengeteg időmet töltöm itt a televízióban, a magam bőrén is érzem és látom a kollégákon is, hogy nem jutunk el galériákba. Nem tudjuk úgy művelni a szemünket, lelkünket, ahogy az a képpel dolgozó, ugye videó, televíziós képpel dolgozó emberek erre ráférnek. Ezért gondoltam azt, hogy itt akkor hozzuk be a galériát ide a házba, hozzánk, a környezetünkbe, és majd akkor talán így tudat alatt is fejlődhetünk vizuálisan, amelyet hát igyekszünk, nem egyedül szervezem a kiállítást, vannak segítőim, de hogy olyan kvalitásos művek kerüljenek ide, és ugye lehetőleg optimista hangvételűek, amelyek hát minket nevelnek. És mondd, Török Gabinak mi a kedvenc képe? Hát az én kedvenc képem és a kedvenc alkotóm Bráda Tibor, akinek a nagybányai alkotó telepen, művész telepen készült akvarelljei bámulatosak, és ezeket hordom magamban. Annyi lélek van benne, és annyi magasztos és nagyon természetesen létrehozott látványvilág. Nagyon inspirálnak. Úgy érzem, hogy jól érzed itt magad. Igen, nagyon szeretek itt dolgozni. A kollégákkal napi kapcsolatban is tényleg vicces, humoros hangulatban telik. És hát a jövőbeni célkitűzésem, hogy ebben a nagyobb galériában majd egyszer legyen nekem is egy önálló kiállításom. De hát ez sok munkát kell még elkészítenem, hogy összejöjjön, hogy ezeket a nagyméretű falakat meg tudjam tölteni. Török Gabi, sikerüljön! Köszönöm szépen a beszélgetést!